Zene és énekes műsorral, gálaesttel és kitüntetések átadásával ünnepelte városa avatásának 31. évfordulóját Dunaföldvár. Többek között Bognár Zoltánt is ajánlott a Dunaföldvár lakossága díjazásra. A Magyar László Gimnázium pedagógusaként 39 év alatt számtalan diákkal érte el sikereket országos tanulmányi versenyeken, és ezzel elérte, hogy a földrajz a történelemmel egyenrangú tantárgyá váljon. Szakmai munkája elismeréseként Dunaföldvár város díszpolgára címet kapott. Nemrég egy olimpiai bajnoktól hallottam, hogy ő is hónapokkal utána jutott el oda, hogy fölfogta, hogy megtörtént, aminek meg kellett történnie. Úgyhogy nagyon örülök a díjnak, és köszönöm a város vezetésének és a felterjesztőknek. Na, sorrendet nem tudom, de tény, hogy van mögöttem egy 40 éves pedagógusi pálya itt, amiben voltak tanári sikerek, emellett volt egy helytörténészi munka, Dunaföldvárnak olyan történelmileg olyan részét írtam meg, amit még soha senki, 20. század közepén, nem kicsit izgalmas ügy, és ez aztán az iskolám névadójával, Magyar Lászlóval kapcsolatban, az iskola évkönyvével kapcsolatban, de minden esetben hozzáteszem, hogy kiváló társszerzőkkel. Ezért kezdve az 56-os Dunaföldvári laktanyi események szintén társszerzőkkel, úgyhogy gondolom ezt díjazták. Már nyugdíjas vagyok, úgyhogy a szakmai céljaim mihelyt egy kicsit tényleg friss nyugdíjas vagyok, levegőz jutok, akkor még tovább keresgélnék itt Dunaföldvár múltjában. Szexádi levéltár segítségével. Mivel, hogy történelemszakos tanár vagyok, és a szívem csücske a földre, ez természetesen történész témák adódnak Dunaföldváron, ez egy nagyon kedves kis város, úgyhogy mindig adódik valami. Szintén Dunaföldvár város díszpolgára címet kapott Tóth Norbert, mestercukrász. A város ezzel ismerte el a Magyarország Tortája verseny 2019. évi győztesének szakmai munkáját, és tevékenysége által a város jó hírnevének öregbítését. Én nagyon váratlanul ért, amikor felhívtak a polgármester hivatalból, akkor hirtelen nem is tudtam, hogy pontosan miről van szó, nagyon meglepett a dolog, és hatalmas nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy a város így módon díjazza az általunk az elmúlt 10 évben az országversenyeken, illetve a fagylaltversenyen és az országtorta versenyen elért szép eredményeket, mert úgy gondolom, hogy ezek az eredmények nem elsősorban a cukrászda és az én érdemeim csak, hanem a város érdeme is. Szerencsére a csapatmunk az jó, a kollégák segítenek abban, hogy amikor ugye az elmúlt 4 évben én 4-szer indultam az országtorta versenyen, és elég sok gondot leveztek a vállamra avval, hogy én ebben tudtam foglalkozni magával az országtortával, mert rengeteg időt és energiát fektettünk bele, hogy végre 4 év után sikerüljön ezt megnyerni. Egyébként a torta, ugye ami a tavalyi évben az országtortája volt, Magyarország ebben ünnepelt a születésnapját, ez egy boldogasszony csipkéje fantázia nevű torta, ami elég jelentős mennyiségben, több mint 700 g málnát tartalmaz. Közvetlenül a díj megszerzése után is ugye augusztus 18-ától lehetett kapni, ugye a Várkert bazárból és az ország számos pontján talán 350-400 cukrászdában is. Abban az időszakban nagyon nagy bolondok háza volt, de azóta is töretlen a népszerűsége. Kis információ, hogy körülbelül olyan 2,5 tonna málnát használtunk föl mi ugye ezekhez a tortáknak az elkészítéséhez. Hát az idei évben az a megtiszteltetésért, hogy az idei országtorta verseny zsűriébe foglalhattam helyet, aminek az első fordulója már lezajlott, és kiválasztottuk a 6 továbbjutó tortát, aminek a következő fordulója, azt nem árulok el nagy titkot, április 7-én lesz a Cukrászipartestületnek a székházába, ahol a tortákat újra kóstoljuk, a zsűritől kaptak a versenyzők egy instrukciót, hogy mi alapján lehetne esetleg ezeket a tortákat még jobbá tenni, és valószínűleg tartom, hogy július végén, augusztus elején kiderül, hogy melyik lesz az év tortája. Én egyelőre nem tervezem azt, hogy újraindulok ezen a versenyen, talán majd egy 2 év múlva. 1989. március 1-én avatták várossá Dunaföldvárt. A város kifejezést meg tudjuk-e tölteni tartalommal? Tette fel kérdését köszöntő beszédében Horváth Zsolt polgármester. Dunapart, halászcsárda, cukrászda, marcipán, városközpont. Sorolt fel néhányat Dunaföldvár értékeiből. A városra avatás az mindig egy ünnep egy város életében. Ez ugye 31 év, ez nem csak maga arról szól, hogy hogyan fogunk és mit tettünk ebben az elmúlt 30 évben, és akkor 1989-ben hogyan kapta meg a város, miért kapta meg ezt a kitüntető címet, hogy város,
hanem ezt hozzákötöttük azzal a műsorhoz is, amelyben elszoktuk dicsérni azokat az embereket, és odaítéljük azokat a díjakat, amelyek kimerkedően tesznek városunkért. Ugye ez nálunk következő díjakból áll, a díszpolgári címből, a Dunaföldvárért emlékéremből, az oktatásért és a gyermekeiért egyben, illetve a sportjáért, aki ezeket megérdemli. Én azt gondolom, hogy ez azt is jelenti, aki ezeket a címeket elviszi haza, és ránéz majd arra a kis emlékplaketre, vagy oklevélre, hogy felelősség is, a közösségért érzett felelősséget is jelenti mindazoknak, akiket Dunaföldvár polgárai megtisztelnek ezzel a címmel. Ugye mindig azt szoktuk mondani, hogy azt mondjuk, hogy város valami, az lehet egy üres frázis is, de lehet az, hogy ezt meg tudjuk tölteni, és magának a város vezetőknek is, a képviselőtestületnek azt, hogy város vagyunk, ezt ki kell tölteni tartalommal, és azért a tartalomért megfelelőséget is kell vállalni. A múlt, a jelen és a jövő az ugye kéz a kézben jár. Ha már 89-ben várossá lettünk avatva, megkaptuk a város kulcsát, ez felelősség nekünk az elkövetkezendőben. A múltunkat és a jelenünket, illetve majd a jövőnket is össze fogja ezt kötni. Mindig azt szoktam mondani, egy város az mitől város, ha inspiráló közösségek fogják továbbvinni, és ma ez a legfontosabb, a jövőben vetett hit, hogy ezek a közösségek itt legyenek, alkossanak, és a jövőt építsék Dunaföldváron. Dunaföldvár lakosságának ajánlásával az ünnepségen kitüntetésben részesültek még Faboné Bíró Ágnes, Németh Lajosné, az Őszi Alkony nyugdíjas klub vezetője, és Weiss Gáber János,